Sziasztok! Én tényleg nem hiszem el, hogy csináltam egy másik csatornát arra, hogy tudjak ott hisztikézni, meg az élet dolgairól elmondani a véleményemet, és olyan témákat dob mindig most elém az élet, amit erre a főzős csatornára kell, hogy kitegyek. Most is van egy ilyen, hogy én amióta így komolyabban csinálom ezt a YouTube-ozást, azóta már tényleg sokszor megtaláltak azzal, hogy nekem milyen koszos a konyhám. Általában ennyibe kimerült, vagy hogy a konyharuha milyen koszos. És akkor én ezekre mindig válaszoltam, meg szépen megpróbáltam megértetni az illetővel, hogy én nem stúdiónak rendeztem be a konyhát, vagy nem stúdióként használom, és hogy mindig minden ugye tűpontos, steril, meg tehát hogyha én meg csak egy rántást, tehát nem fogom a tűzhelyet az élet akarítani, hogy majd ott, amiben beletettem ételt, amikor ott fő, hogy ott ne látszódjon, hogy kifröcskölt a gázra azért. De meg hétvégén, amikor háromféle kaját főzök, van olyan videó, hogy hátul látszik, hogy fő a leves, vagy nem tudom micsoda, erről meg főzöm azt, amit épp mutatok. Tehát én nem egy ilyen klasszikus főzőcsatorna vagyok, vagy receptcsatorna vagyok, ahol eljátszák, hogy steril a környezet, és akkor mindig pontos recepteket mutatnak, sose hibázik a szakács, mindig tökéletes az étel. Ezek sokkal több nézettséget érnek el, és biztos bevételbe is többet generálnak, de szerintem itt meg vannak vezetve az emberek. Én meg azt mutatom, hogy én főzök, amit én csinálok. Ha valami nem úgy sikerül, akkor elmondom. Ha elrontom, megmutatom, hogy javítom ki. Láttam már olyan videót, hogy egyértelműen láttam, hogy ott gevasz volt a kajával, és akkor a végeredmény meg tökéletes volt. Azt is tudtam, hogy javította ki, de nem mondja el a videóba. Miért nem? Hát nem szégyen ez, hát hiba nélkülem való ember nincs bennem, meg aztán van bőven. De most jött egy olyan komment, és akkor ezekkel, vagy például a konyharuha, tehát hogy sokan keverik, hogy van az a konyharuban, amiben mondjuk az ember kezet töröl, megtörli a kezét, az inkább nálam a kéztörlő, vagy törölköző, vagy nem tudom. Van a fogórongy, amit mi tanulókoromban meg volt, hogy ügyként bemenni első nap a konyhára, hogy meg volt, hogy milyen ruhát kell vinni meg, hogy legyen nálam fogóronynak konyharuha. És a fogórony az azt jelenti, hogy ott ugye az ipari edényeket, vagy a fém, a füle, minden, meg minden forró, hogy azzal fogjuk meg az edényeket. Az lehet zsíros, meg koszosabb, meg nem kell ófehérnek lenni, mert annak az a célja, hogy itt a mi épségünket megvédje, vagy nem tudom, hogy magyarázzam, tehát te kötöttek bele abba is, hogy nem, azért anyulak, mindig kint van a konyha, meg sok helyen látom, hogy a konyha szekrény ajtóra egy gyönyörű hófehér konyharuha téve, de ha megyek a közelébe, akkor visít, hogy hozzá ne nyúljak, és adja a kezembe azt, ami egyébként a valódi konyharuha, mint olyan, mint a tiszta szoba. Tehát én nem akarom ezt se játszani. De most jött egy olyan plusz erre, ja, és akkor ilyenkor, mindig az ilyen kommenteknél, amikor megírom, hogy ezért azért nem értek vele egyet, akkor mindig jön valaki, aki a kötözködős komment előtt megvédő. Igen, nem észre az ilyen, hogy nem dicsérik, akkor besértődik, és akkor ilyen bunkoságokat ír. Ez nem igaz. Nagyon sokszor kapok olyan kritikát, amit mondok, hogy hú, tök jó, beépítem, igen, igaz. Tehát, hogy ez nem igaz. Aki az összes kommentet meg mindent látna, akkor azt tudná, hogy ez nem így van. És akkor megpróbáltam eddig meggyőzni őket, de most jött el a pillanat, amikor lehet, hogy akin érzem, hogy ilyen kekeckedő, vagy rossz indulatú, vagy nem tudom milyen, azt egyből fogom tiltani. Ez azt jelenti, hogy tudja nézni a videóimat, de semmihez nem tud hozzászólni. Ugyanis most volt egy néző, majd megkeresem a utolsó 4-5 videó valamelyikébe, már nem tudom megbe, de csak annak a linkje fog a videó végén megjelenni, meg az, hogy iratkozzatok föl, hogy majd mindegyben megkeresem, hogy megint, hogy nekem milyen csúvás a tűzhelyem, és akkor így elkezdtem nekem magyarázni, de a legszebb, hogy miért nem veszek rendes fűszertartókat, vagy egy szépet, vagy trendit, vagy nem is tudom milyen szót használt. Egy mondat volt a hozzászólás, de totál kiakasztott. Mi az, hogy miért nem vesz? Azért használok ilyen fűszertartókat, egy, mert kocka alakú, ezt a metróba lehet venni így fűszerekkel, mindegyiknek a tetejére is szépen, ugye nekem ott a lábamnál, ahol főzök, a deszka van, ellépek, kiúzok egy ilyen kiúzható acél fiókot, és ott van bent 30 féle fűszer egy polcon, mert így, hogyha ilyen kis, ekkora méretű, ilyen kocka alakú fűszertartóban vannak, akkor elfér. Mindegyiken a tetején ott van, nem kell nézegetnem, hogy na az vajon mi, nem egyből rányulok és tudom használni. Ráadásul ez valami 200 forint, és itt az alján is van egy ilyen kis perem, meg a tetején is, tehát hogyha ilyen oldalpolcot használjátok és ideírjátok a fűszer nevét, akkor még egymást is lehet tenni, és nem is csúszkál annyira le.
egymásról, hogyha ilyen mélyebb polcotok van, és mondjuk a kalóra teszitek a kevésbé használt fűszereket, vagy mondom egy oldalra valami konyha falra, hogyha fel akarjátok pakolni. És úgy érzett ezzel nézve, hogy már nem csak abban, hogy én milyen koszos konyhám kell beleszóljon, de még abban is, hogy én milyen fűszertartót használjak. Mi köze van ennek ahhoz az ételhez, amit én mutatok, hogy hogy kell megfőzni, vagy én hogy csinálom, vagy hogy ízesítem, vagy mi ez a trükkép, ugye én nem csak receptvideókat csinálok szigorúan, hanem ilyen praktikákat is próbálok mutatni, meg ötleteket, meg minden egyebet. Mi köze ennek ahhoz, hogy én itt vegyem magának, nem tudom, sok pénzért gyönyörű szép fűszertartókat, és tegye abba. Lehet, tényleg most azért csinálom ezt a videót, hogy írjátok meg nekem, légy szíves, hogy én gondolom rosszul, hogy nem ezzel kéne foglalkozni, hanem azzal, hogy az az ételt ő meg tudja csinálni, neki ízlelne, és hogy szerinte jó ötlete, vagy jó recepte. Erről kéne szóljon az érdeklődése valakinek, aki megnézi egy ilyen csatornát. Nem azt kéne nézni, hogy most épp lelette a előző főzés óta, vagy hogy aznap több kaját csináltam-e takarítva a tűzhely, vagy hogy ilyen nem volt, most nem több mint 4 éve van meg a csatorna, de mondjuk 2 éve csinálom komolyan. Ilyen még nem volt, hogy abba beleálljanak, hogy én mibe teszem a fűszert. Gyerekek, ez szerintem ez annyira mindennek az alja, hogy ezeknek az embereknek tényleg nincs jobb dolguk. Vagy így érzi fontosnak magát. És akkor ilyenkor mindig egyébként a legtöbbször itt most mondjuk elég jó páran hozzászóltak, hogy fordítva uralom, de máskor, amikor csak ilyen kötözködős komment van, mindig ugye lájkolgatják is, és van, aki mindig hozzászól, hogy hát igen, mert a mérce az ilyenkor megsértődik, és akkor elkezd ilyen bunkos vírusba válaszolgatni. Ez nem igaz, hogyha építő jellegű kritikát fogalmazok meg valaki, annak még örülök is, sőt, hogyha tanácsot ad, most legutóbb ugye mondtál az egyik törzsnézzen, hogy a kenyérnél úgy lehet biztos az ember, hogy megsült, hogy beleszól egy magkőmérőt a közepébe, és a 97 foknál akkor elérte a közepe, akkor abba lehet hagyni a sütést, 42 perc alatt sült meg az a kenyér, amit 50 percig szoktam sütni. Egyből csináltam is róla egy videót, még el is mondom, tehát hogy nekem ezzel semmi bajom nincs. Nekem az olyan emberrel van bajom, aki úgy érzi, hogy megmondhatja nekem, hogy nekem más fűszertartóba kéne tartani, ezért azért, mert megnézte a videómat, nem mondhatja meg. Jó, és most kezdek eljutni oda, hogy megnéztem pár másik csatornát, én nem látok ilyen. Ott jó, mondjuk olyat, hogy csúvás a tűzhely, ott azt nem, meg hogy kosz van, azt szinte sehol nem lehet megírni, mert mondom, a főzési folyamat közben egyfolytában takarítanak, én soha nem fogok. Tehát ez nem valós, ez szerintem az emberek depalizása. De egyszerűen úgy néz ki, erre van igény. Tehát, hogy de én akkor sem szeretnék én egy igény csatorna lenni, én egy ilyen önazonos mészi főz és barkácsol, de barkácsolni már a másikon fogok, ha fogok még. De csatorna szeretnék maradni, de ez, hogy én mibe tartom a fűszert, hogy már az is zavarja a nézőt, azért ez több gáz. És 4 év alatt szerintem olyan 15-20 embernél többet nem tiltottam le, de az mind vagy velem, vagy a többi nézővel, mert mondjuk megvédett engem, amikor ő gyökérséget írt és ilyesmi, és elkezdett úgy személyeskedni, hogy már sértegetés volt benne. Tehát most legutóbb akkor tiltottam le egy pasit. Nagyon sok videómhoz hozzászólt, mindig kérdezett valamit, de mondjuk a majonéznél kérdezte meg, hogyha én bemennék dolgozni egy étteremben, akkor a regálba tudnék-e dolgozni. Tehát erre nekem azért nincs időm, kedvem, meg hangulatom se, hogy másoknak az ilyen agyszüleményeivel foglalkozzak. És amikor már megint valamihez hozzászólt, többször oda visszamondtam, hogy jó, te így gondolod, én nem, ta. És akkor eljutottunk odáig, hogy jó van, de hát nálatok zsidóknál, és akkor a hozzászólásban 2-3-szor lezsidózott, azon besírtam, mert ugyan vannak zsidó barátaim, de nekem senki nem zsid. Tehát, hogy az anyám főleg, de apám se, de nem tudok a ők izéig Szabolcsba, meg Pesten itt, akik voltak, nem tudok olyan felmenőbet, akiba lett volna egyáltalán zsidóvér, és éreztem, hogy ő ezt ilyen, nem tudom, ilyen sértésnek, vagy nem tudom minek szállt, és akkor mondtam, tudod mit, akkor nem tetszik a zsidó gyerek, akkor el lehet innen tiplizni, és akkor letiltottam. De mondom, 15-20 embernél tartok így 4 év alatt, szerintem az nem egy rossz arány, de lehet, hogy meg fog most nőni a számuk, mert az, hogy már úgy érzik emberek, hogy meg most beleszólhatnak, hogy mibe tartom a fűszert,
azt szerintem egy picit azért már cinkes. Úgyhogy nézzes, írjátok már meg a véleményeteket, hogy most tényleg csinálja úgy, mint eddig, hogy akkor megpróbálom megértetni vele, hogy azért, mert ő úgy gondolja, nem biztos, hogy úgy van, és lehet, hogy mégiscsak nekem van igazam. Vagy ne is foglalkozzak egy percig, és nyomok a neve mellett egy kis klikket, hogy kitiltás, és onnantól kezdve nem tud hozzászólni. Engem nem idegesít, másokat se. Ennyi, mert most kezd betelni a hócipőm. Jó, tényleg kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert mondom, szerintem ez, hogy neki nem tetszik, hogy így néz ki a fűszertartom, és én vegyek új fűszertartót, azért ez már az a szint, amit biztos, hogy nem kell eltűrni, meg megengedni. Jó, pici dolog, de a sok pici dolgon durran el egy idő után az embernek az agya, és én most kezdem elérni ilyen szinten a telítettség értékemet. Viszont egyre szebb idő van, már metszettem is, meg kertben is sertepeltéltem, úgyhogy azért jön a tavasz, úgyhogy legyünk jókedvűek. Én most megint van két tök jó recept, amit egy olyan sajtos pogácsát lőttem itt karácsonykor a szomszédasszonytól, hogy tyuhaj. Na mindegy, hát hogy azért jönnek, holnap jön a recept videó, és ugye minden másnap, de néha közé lehet, hogy beszúrok még egy-egy ilyet. Hát remélem, ilyet már nem kell, mert mondom, ezzel itt nagyjából most lett el a padlás, hogy én nem hiszem el, hogy még mindig van új dolog, amivel vele tudnak emberek kötni, hogy nincsen ennél jobb dolguk. Na mindegy, remélem, hogy nem csak ennyi boldogság van az életükben. Úgyhogy mindenkinek azért továbbra is jó főzés, könnyű, sziasztok!